A megemlékezésen az Eger Termál Kft. Ügyvezető igazgatója méltatta a néhai polgármester tevékenységét. Mint mondta, mindenki Gyuri bácsija 1990 és 98 között volt a Hevesi Vármegye székhely első embere. Az ő nevéhez fűződik az ipari park megalapítása, de szívügyének tekintette az uszoda létrehozását is. Tudjuk, hogy 80-as évek közepéig a városnak volt egy fedett uszodája, ami sajnos olyan állapotba került, hogy le kellett rombolni. Ezt követően ő neki egy kifejezetten hivatás tudata volt, hogy egy olyan megfelelő létesítményt hozzunk létre a városba, ahol az úszók és vízilabdázók nem csak a szabadtéri uszodában, hanem fedett téri körülmények között is jól használható vízfeletet kaphassanak. Álma valóra vált, de sajnos ma már nem lehet közöttünk, hangzott el a megemlékezésen. A neki emléket állító dombormű rostás be a piros szobrászművész keze munkáját dicséri, akinek személyes emlékei is vannak Eger első szabadon választott polgármesteréről. Édesanyám a városhoz pályázott támogatásért, hogy tudjam tanulni a szobrászmesterséget igazi művészektől, és Ringelhan Gyuri bácsi volt akkor a polgármester. Úgyhogy ő volt az, aki segítségével kaptam annyi támogatást, hogy elkezdtem gyűjteni, és akkor elmehettem zebegényi művésztáborba szobrászatot tanulni. A méltatást követően az emlékezés virágait helyezték el a bronzdombor műnél.